Itália, 170 lóerő, 540 Nm hátsó kerékhajtás. Ez picit egyszerűbb lesz vezetni, mint a formulát, ott ugye nincs semmilyen elektronika, ami be tudna avatkozni. Aha. Itt azért lágyabb a felfüggesztés, finomabban lehet vele menni. Viszont oda kell figyelni, és a kigyorsításra mindig finom gázadással jövünk ki a kanyarba, utána lehet majd intenzívebben nyomni a gázpedált. Ha gyorsabb autópályára, akkor lehúzódunk és elengedjük, illetve automatamódban megyünk vele. Könnyebb lesz megszokni az autót, az nekem van benne. Ja, bocs. Semmi van. Van-e kérdésed? Nincsen. Nyomjuk meg a féket jobb lábbal, jobbos kapcsolat, nyomjuk a féket, jobbos kapcsolót egyszer a kormány mögött húzzuk meg, jobb oldali, egyszer lazán. Ennyi, engedjük fel a féket, csak gázra indul az autó és guruljon ki. Thank you.
Mustangot is, és akkor oda bulassunk be mellé a speedcar meg a Mustang közé, ide beférünk.